Ez a ház jelenleg a Bátaszéki Székely közösségháza, jelen állapotában használhatatlan. Nem is sokat gondolkodnak a hasznosításán, mert az udvarban épül az új közösségi ház. A beruházáshoz 30 millió forint támogatást nyertek a miniszterelnökségtől. Ám egy építkezéshez minden fillére szükség van, ezért az önkormányzat is a zsebébe nyúlt. Azt gondolom, hogy a város önkormányzatának mindig is jó kapcsolata volt a településen működő valamennyi civil szervezettel, és közöttük a Bátaszéki Székelyek baráti körével. Programokon együtt tudtunk dolgozni, és ez a kapcsolat most valóban egy új fázisba lépett azzal, hogy a Székely baráti kör egy nagyot mert álmodni, és úgy gondolták, hogy eljött az ideje annak, hogy egy Bátaszéki Székelyek házát meg tudjanak itt helyben valósítani. Ez a folyamat elkezdődött, mint egy másfél-két évvel ezelőtt, és most érett meg, és most ért abba a fázisba, hogy kézenfogható eredménye is van. A városvezetése úgy gondolta, hogy ennek a célnak a megvalósítását anyagilag is kívánja támogatni, és 5 millió forint visszanemtérítő támogatásban részesített az Egyesületet, annak érdekében, hogy a beruházás kivitelezése, illetve magának a Székelyek házának a berendezési tárgyai is meg tudjanak valósulni, illetve ide tudjanak érni, hogy 2021-ben már át tudják venni, és a mindennapjaik részévé tudják tenni a Bátaszéki Székelyek házát. A miniszterelnökség támogatása olyan feltételhez kötött, hogy a Székely baráti körnek jövő tavaszra vagy legkésőbb a nyárra át kell adnia az új közösségi házát. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, a város minden segítséget megad majd annak érdekében, hogy a beruházás időre megvalósulhasson.